No, srácok, visszatérek kis hazámba. Tartanék egy, illetve nem is ez a hazám, mert én Neon Cityből származom, háttérsztori szerint, de mindegy. Tartanék egy kis összefoglalót, nem azért, mert olyan rohadt okos vagyok, csak pár dologra azért rájöttem, és azt megosztanám, hogy más hát, ha ér vele valamit. Először is ezzel a társsal kapcsolatosan jó sok hülyeséget beszéltem, mondtam ezt is, azt is. Az a sztori, hogy korrekt módon így inventoryba át tudunk neki adni Sawyerét. És itt van ugye ez a kis B-vel a felszerel, leszerel kategória, amiket neki adok, meg kell nyomogatnom szépen a B-t, hogy hozzárendeljem, és használja. Most várj, ez most az én inventorim? Nem az enyémet akarom. Ez pedig elvileg az övé. Hol? Jó, mindegy, valamiért az én karakteremet mutatja, de ez elvileg az ő inventoria. És sokszor mondtam azt is, hogy használ töltény, nem használ töltény, így lő, ő úgy lő, amúgy lő, az az igazság, hogy nem használ töltényt, viszont kell, hogy legyen az inventoriába. Ennyi a történet. Tehát kell, hogy adjunk neki egy olyan fegyvert, amit mi azt gondoljuk, hogy szeretnénk, hogy használjon, és azt mondjuk a B betűvel, hogy hozzárendel, vegye föl, mert ha van egy csomó fegyver, akkor vagy random fölveszi valamelyiket, vagy nem veszi föl egyiket se, és ahhoz a fegyverhez való töltény kell, hogy legyen az inventoriába, én beraktam ide 80-at, vagy 10 órával ezelőtt, ez még most is 80. Szóval ez nem fogja elhasználni, nem fogja előni a töltényeinket, viszont ha nincs nála töltény, akkor nem fog lőni. Én a legelején töltényt se adtam neki, ruhát se adtam neki, semmit se adtam neki, szegény úgy egy kicsit nomád volt. Mondjuk az az igazság, hogy olyan nagyon kőkemény fegyvert se érdemes neki adni, sokat segít, csak néha azt vettem észre, nem vagyok benne biztos, ezt azért 1000%-osan nem merem mondani, de nekem úgy tűnt, hogy amit ő lő le egyedül, tehát amiben én nem is sebzek bele, azért nem is kapok XP-t. Azt meg nem annyira szeretem. De mondom, ez nem 1000%, csak nekem így rémlik. Na jó, váltsunk vissza a hajóra, mutatom ennél a jó embernél, hogy mi a sztori. Eleve ugye itt a hajó eladás, itt tudom módosítani őket. És igazából most ezzel jöttem vissza, ezt még nem regisztráltam le, most nem is fogom. Az a szituit, hogy ugye kiválaszthatjuk az anyahajót cirka, tehát amelyik az aktuális főhajónk, nekem nyilván ez lesz. Ez megugrott, ez a cargo capacity, ez nem azért, mert tettem rá új modult, hanem erre is van skill, hogy növelje a hajónak a szállítási kapacitását, mindjárt ezeket jó részletesen kivesézem. Én most azt mondom, hogy ő legyen a főhajó. És nem kell azzal foglalkozni, nekem a korábbi hajónak volt az inventoriában valamennyi, nem olyan sok, most azt hiszem egy ilyen 140 volt a feltöltés, automatikusan átrakja. Tehát ez is tök szimpatikus, nem kell azzal szarakodni, hogyha fullon van a hajó, akkor kiveszed az inventoritba, azt átpakolod a másik hajóba. Sőt, úgy vettem észre, hogy még akkor is átrakja a nagyokos, ha több van az adott hajódba, mint az újba beleférne. Tehát nekem már volt, hogy 250-et bírt az új hajó, az belerakott 450-et. Akkor egy morzsát se tudsz már belerakni, de akkor is átadja. Na viszont, amit mesélni szeretnék. Hát hoztam a formám. Tehát ugye, amit én szoktam, ha bárki nézte már a videóimat, nem vagyok túlzottan normális. Tehát én nem szeretek úgy menni egy játékba, közben elmegyek a dokihoz, mert elég beteg vagyok, miközben dumálok. Szóval én nem szeretek úgy haladni egy játékkal, hogy akadályokba ütközöm, mert akkor jellemzően ilyen kudarc élménynek ítélem ezt meg, ha nem tudok egy ajtót kinyitni, vagy ha nem tudok valamit sikeresen megcsinálni, akkor az úgy kicsit olyan, hogy ó, oda-vissza kell majd menni, ez most miért nem sikerült, és alapvetően olyan rengeteg tartalom van egy ilyen játék, hogyha még vissza is kell menni, akkor aztán extrán megmakkanok. Nem emlékszem pontosan, hogy hol a doki. Majd mindjárt megkeresem. Szóval, hogy egy kicsit boostoltam a karakteremet. Az az igazság. Mindjárt mutatom, hogy mennyire kicsit. Visszanéztem a legutolsó. Ezért jó, hogy egy picit előre dolgozom. Szerintem menjünk el a másik negyedbe addig. Szóval visszanéztem a legutolsó epizódot. Hát az egy jó hete volt felvéve. Ezért jó, hogy kicsit, ha van időm, akkor tudok előre dolgozni, mert most kb. Egy hétig nem lett volna adás, vagy rész. Tudom, mindenki nagyon szomorú lett volna, de jó, mindegy. Lényeg az, hogy voltak előre epizódok, azok mentek ki ütemezetten, és most egy hát olyan jó 5-6-7 napot farmoltam. Megnéztem az utolsó részt ebben a Nagy Futás című részben, hogy hogy álltam. Ott azt hiszem 16. szintű voltam. És hát vissza lehet nézni a save game-en, ott is volt olyan, hogy mentettem. Úgy emlékszem, hogy olyan egy nap 12 óra játékidőt mutatott a játék a save game-eknél, tehát az azt jelenti, hogy durván egy 36 óra játék volt benne. A progiba leginkább ilyen ismerkedés, tapasztalatszerzés, meg kőkemény mennyiségű bénázás. Na most mutatom, hogy hol tart a dolog. Csinálok egy friss save-et, jó? Tehát egy F5.
hogy ez hiteles legyen. És akkor ott tart a dolog most, hogy 3 nap, 5 perc. Hát ez barátok között is 72 óra. És hogy abból azt az 1 nap 12 órát kivonjuk, amit a legutolsó epizódban a Save Game-ben látható, azt bárki visszanézheti, akkor az egészen konkrétan a 36 óra különbség. Tehát az 36 volt, eznek 72. Tehát ez 36 óra, ez szerintem mindenki örül, hogy ettől megkíméltem, ez 36 óra tömény formulás. Nem mondom azt, hogy fantasztikusan izgalmas volt, de hát én sajnos, mint ahogy mondtam, egy kicsit kretén vagyok. És ennek ez az eredménye, hogy level 58. Tehát fáradtságos meló volt, 16. szintről 36 óra alatt sikerült 42 szint lépéssel a 48. szintre felküzdeni magam. Mindjárt mutogatom majd a skilleket is. 9 skillt itt meghagytam. Van egy csomó skill, amit ugye a terepen tudsz fejleszteni. Harci skillek, lootolás, farmolás, állatkiszedés, növénykiszedés, stb. Fejlesztgettem ott párat, de van egy csomó, amit meg esetleg a laborban tudsz, vagy a gyártósoron tudsz fejleszteni. Ezért nem akartam mindet elhasználni, hogy majd ott is tudjak fejleszteni. Beugrom, akkor gyorsan megkeresem a dokit, meggyógyítom magam, bemegyek a főhadiszállásra, és akkor onnan mondom tovább a sztorit. Na, elmentem a dokihoz, meggyógyítottam magam, de azért még egy pillanatra visszajövök ide, csak megmutatom, én már benéztem. Azért változik a kínálat. Van egy elég durva. Egyet én alattam neki, azt hiszem. Ezek már azóta megint újjak. Ezt speciál szerintem még én se láttam, elég jól néz ki, egy kicsit ilyen Star Wars jellegű. De volt egy ilyen, na, ezt se láttam még. Egész pofás cuccok, úristen, mennyi minden van ezen. Hát remélem itt lesz, ez se láttam. Jó, az már teljesen más kínálat. A végén olyanok voltak, mint amit kb. Én raknék össze. 4270, az elég kemény, ez már szimpi. Ez itt volt korábban, és hát akkor sajnos szerintem kivette, mert olyan volt egy hajó, mint egy ilyen, nem tudom, Big Mac, ilyen volt vagy öt ember, tehát mint egy ilyen egymásra pakolt májvacukrok, vagy nem tudom, ilyen fehér szintek, és ilyen tök szögletes volt az egész, kár, hogy nem vettem akkor föl. Kb. Olyan, amilyet én építettem volna, és volt valami 6000-es teherbírása, meg ilyenek is került, vagy 360 ezerbe, tehát igen szimpatikus. Nézzük meg most, melyik a legdrágább, még mindig az a piros. Vagy sem, hát nem. Ezt a kis fikát én adtam el neki, mondjuk megvette 50 ezerért, vagy dehogy is 5 ezerért, vagy valami, és most 33-ért árulja egyelek meg. Hát igen, ez elég kemény, de most már akkor csak második legjobb, mert 2280 a kapacitás, ennek meg 4000. Szimpi. Jó néz ki. Na jó, most nem ezzel akartam vesződni, hanem akartam mesélni a sztorit. Tehát akkor lényegében a játékidő, eddigi játékidőmnek mondjuk a fele volt játék. Akkor sem nagyon a sztorival haladtam, inkább csak ismerkedtem a tereppel, meg felderítettem egy picit a területet. Ja, ezek itt dumálnak, hogy át leszel szkennelve, amikor belépsz a városba, léci viselked nyugodtan, vagy valami ilyesmi. Ez csak a vérdíjat, vagy ezt a, hogy hívják, ezt a bűndíjat, vagy ezt a hát vérdíjat, igen, amit a bűncselekményekért kapsz, az szkenneli, hogy van-e rajtad ilyen. És hogyha van, akkor bevisz a börtönbe és fizetned kell. De ez nem, úgy tűnt nekem, hogy ez nem nézi a lopott cuccokat nálunk. Se a pirosat, se a sárgát. Tehát ha már városba bejutottál, akkor az már nyugodtan ott lehet nálad. Na, de megyek a laborba, aztán mutatom a sztorit. Na igen, ezt is mondani akartam. Ezt full nem értem, hogy miért csinálja a játék. Egyszer előfordult már ilyen, olyan kb. 250 save game-nél voltam, de most nem vagyok annyinál. Én szerintem lehet, hogy ez felhőtárhelyre vonatkozik, tehát hogy valamiért nem tudja felhőbe menteni. Majd megpróbálok akkor felhőből törölni. Lokálisan megnéztem, és tele, abszolút nem volt tele az SSD, de rengeteg hely volt az SSD-n, tehát ez nem fizikális probléma. A játéknak lehet valami limit, hogy csak mit tudom, 250 save game-et enged menteni, vagy ilyesmi, de már csomót töröltem. Úgyhogy néha nyafizik ilyenért is. Igen, most autószéveket nyomna, és akkor ez egy nyafizik, hogy nem tud autószéveket nyomni, pedig szerintem most nincs olyan nagyon sok save game-em. Igen, jó, hát majd törlök, most egy kicsit bírja ki. Vagy akkor gyorsan törlök egy párat, hogy ne nyafogjon.
Na jó, töröltem pár save game-et, és hát nagyon sok a mondani való, úgyhogy megpróbálom gyorsan elhadarni, tehát nem akarok nagyon sokáig feltartani mindenkit, aki megnézi, ezért majd amennyire lehet gyorsan beszélek. Ez a ház, ugye a főhadiszállás, viszonylag hamar eljutunk ide, kettő fontos dolog van itt nekünk, az egyik az fönt a saját szobánk, ez tartott egy kis idő, míg megjegyeztem, hogy merre van, de itt a hosszú folyosón végig hátra és balra a második szoba. Én itt a save-ben a táposabb tárgyakat tárolom, amiket majd használni szeretnék még, tehát fegyver, ruha, ilyesmi. Az elején szintén azt hiszem, én most úgy érzem, hogy hibásan mondtam azt, hogy a nyersanyagok azok lehetnek ebbe a tárolónkba, akkor is használja a kutatásnál és a gyártásnál, ezt kicsit felül kell bírálnom, szerintem nem. Tehát most például ugye nyersanyag, belépek az inventorimba, nincs nálam semmi, és feltételezem, ha bármit upgrade-elni szeretnék, akkor azt fogja mondani, hogy rohadtul nincs nálam hozzá nyersanyag. Mondjuk azt mondom, hogy szeretnék egy ilyet, és mindenből nulla. Ott láthatjuk a jobb felső sorokban 0-0-0, márpedig a rohadtul nem nulla eszközön van. Ez a kis dobozka, ez a másik tárolónk, ami Neverending. Azt javaslom, hogy itt lent a laborban, tehát az alaksorban van ez a cirka labor, minden fontos gép, eszköz és ilyesmi. Ebben a dobozban érdemes pakolnunk a nyersanyagot. Már csak azért is, mert ha ezt megnézzük, hogy milyen cukor-mukor, ez itt a dobozban Neverending. Nem látható. De ha én azt mondom, hogy mindent fölveszek, akkor leszakad a vesém. Tehát, mindjárt mutatom, hopp, rossz helyre mentem. 5993, egészen lazán, tehát nekem van 328 féle nyersanyagom, és ebből mintegy 3 tonna, tehát lényegében mozdulni sem bírok. Bír a karakter, tehát egyébként ez szimpatikus, hogy akármekkora terhelésnél el tudsz indulni, de ezt az oxigén csíkot, ezt iszonyatosan sem, iszonyat gyorsan. Minél jobban túl vagy terhelve, annál jobban vonja. Ha nem vagy túl terhelve, akkor csak futásnál vonja, és viszonylag lassan, de gyaloglásnál nem. Viszont ennyire túl vagyok terhelve, lépek egyet, és már tehát minimálisat tudnék haladni. Úgyhogy ez pont elég erre, hogy ezeket a gépek között egy kicsit itt csoszogjunk, ekkora túlterhelésnél is, de az a baj, hogy kénytelen kelletlen az inventoringba kell lenni, én ennél jobbra még sajnos nem jöttem rá. Ezt most visszateszem, hogy azért lehetőleg tudjak mozogni. Resources, és bekobom az összeset. No jó, szóval elmondom a sztorit. Tehát mi a történet? Ugye, ahogy mondtam, 72. játékóra van kb. A játékban, ebből 36 órát farmoltam, most így nézek ki, hogy 58. szint, és van nekem még 9 elosztható skillem. Gyorsan fussuk ezeket végig, hogy én mire tettem rá, mit javaslok, ezeket a fizikai dolgokat én nem nagyon fejlesztettem. Sok hasznos dolog van itt is, mindenképpen priorizálni akartam, ezeket kevésbé tartottam fontosnak, a lopakodást kimaxoltam, ezek az opciói, ezt most így végig tudja olvasni mindenki, azt hiszem korábban nem írja ki, nem fedi fel teljesen a sztorit, illetve a teherbírást, mert én looter ninja vagyok, és állandóan ez a problémám, szóval ez túl sok szót nem érdemel. Social oldal, 3 dolgot fejlesztettem, nyilván a lopással kezdtem, ezzel, mindenhol mindenkinek mindent el tudjak lopni, tehát elvileg ez is maxon van, ez a gyűjtögetés, ez még nincs kimaxolva, mert nagyon sokáig gyűlt, ugye mindegyik úgy néz ki, nem tudom, a korábbi videót valaki nem nézte, azért most elmondom, hogy ez úgy néz ki, hogy amikor van egy skillpontod, akkor egy ilyen feature-t feloldhatsz. Eleve a magasabb szintű feature-ök, tehát ez a sor, ez például igénye, most nem tudom fejből mennyit, azt hiszem 5-öt, illetve nem, várjál, mert ez gyorsan meg tudom mondani, 4, 7, meg 4, ez 11, tehát 12 skillpontot el kell osztanod ezen az ágon, a social ágon, hogy a legfősőt igénybe vehesd. Tehát itt látszik, hogy én még csak 11-et osztottam el, ugye 4-et, meg 3-at, ez 11, és itt azt írja, hogy még egy skillpontot el kell osztanom ebben a kategóriában, hogy a legfőső szintből válogathassak. Ezek már elérhetőek lennének. Tehát lényeg az, hogy amikor egy ilyenre ráraksz egy skillt, az egyet ugye elvisz, az alapszintjét megkapod, akkor ad itt neked egy challenge-et. Itt most ez nem látszódik a bal alsó sarokban, hogy mi lenne, de itt ezt tudom mutatni, hogy ennél a harmadik szintet kioldottam, és az volt a challenge, nem, bocsánat, melyik volt az? De ez volt az, itt látszik a bal alsó sarokban, csak már kész van, hogy 150 ládát lootolja ki. Hát ez nekem édes teher, ez már megvan, erre még nem raktam skill pontot, erre most nem is fogok. Lényeg az, hogy a legelső skillt, az adott kis
táblázatban az első szintjét az kiválaszthatod csak úgy alapból, és az összes többihez viszont valamit teljesítened kell. Szerintem egyébként ez jó pofa. Tehát nem csak arról szól a dolog, hogy szarrá pakolhatsz egy képzettséget skillponttal, hanem tegyél is érte valamit, de nyilván a karakter azokat a skilleket, amiket ő szeretne használni és priorizál, azt valószínűleg azért priorizálja, mert használja is, és akkor ezáltal, és így csillog, hogyha már ki van maxolva, tehát a szintet léphetnél benne. Na jó, lépjünk tovább, harci skillek, hát ezeket cirka kényszerből fejlesztettem, hogy tudjak haladni a szintlépésekkel, mert olyan szar voltam, hogy nem igaz. Első körben ráraktam a lézerre, mert olyan területre mentem, ahol kis gagyi lényeket kellett ölnöm, és nem tölténnyel öltem őket, hanem a mining gépemmel, és azért fejlesztettem a laser skillt, hogy ez nagyobbat sebzett. Ez sincs még kimaxolva, ez is csak 3-as szinten van, viszont a 100 kill az megvan, úgyhogy mehetnék tovább. Pisztoly skill ugyanez, igazából úgy nézett ki a történet, hogy azt hiszem nem tudtam addig tovább lépni, amíg nem volt meg a, hogy is, 4 talán, igen, tehát erre raktam 3-at, erre meg 1-et. Ezt is kimaxoltam, mivel jellemzően ilyenekkel megyek, tehát ugye egy ilyen puska jellegű van a kezembe, de azt is eléggé upgrade-eltem, illetve egy sniperem van, és mind a kettő ez a fegyver kategória, tehát ez elég jól bebusztolja, ezt kimaxoltam, ez 30%-kal növeli a töltés gyorsaságot, azt hiszem, és ez meg a damage. Tehát igazából itt hát nem is lett volna muszáj ez a legfelső, a sebzés a lényeg, 10-20-30, az a baj, hogy úgy tapasztaltam, hogy ez... Tehát, hogy mondjam, ez nem az, hogy 10-et rátesz, ez majd még 20-at, ez meg majd még 30-at, hanem lényegében az alapértékre 10-et, az alapértékre 20-at, az alapértékre 30-at, tehát 10-10-10-zel növekszik sajnos. Tehát nem az van, hogy a legvégén már 60-nal följebb vagy, mert egyszer 10-et, egyszer 20-at, egyszer meg 30-at hozzáadott, tehát 60 a végeredmény. Szóval ezekkel vagyok itt meg, itt se vittem túlzásba, ezt akartam még fejleszteni, csak odáig még nem jutottam el, ez nekem nagyon szimpi, hogy az ilyen távcsöves fegyverek 50%-os plusz damage-t tesznek rá, hogyha használod a scope-ot, ez a rohadt jó szerintem. Science. Na erre is egy picit rágyúrtam, ezzel kezdtem régen, ezt látta mindenki, aki nézte a korábbi részt, hogy sokat tudjak farmolni. Őszinte leszek, picit felülbírálnám magam, nem biztos, hogy ez annyira fontos. Egy, hogy tudsz venni nyersanyagokat. Ezeket nagyon szar pénzért tudom eladni, az a tapasztalatom. Tudsz venni nyersanyagokat, és aztán akár, majd meg is mutatom azt, 24 órákat alszol, visszatöltődik a kereskedőnek a készlet, és újra tudod venni. Lényeg az, hogy minél több pénzt tudjál termelni, és abból megveszed a nyersanyagokat. Tehát, hogyha mondjuk a social skillbe erre rágyúrsz, hogy drágábban adsz el és olcsóbban veszel, sokkal kisebb lesz a különbség a kettő között, sokkal jobb áron meg tudod venni, nem biztos, hogy erre szükség van. Aki akarja, fejleszte, de nem életbevágó. Nagyon sok állatot és növényt kellett lootolnom, úgyhogy ezt is benyomtam, ez sem biztos, hogy annyira észveszejtően fontos, meg ezt is, hogy több nyersanyagot szed ki a növényekből és az állatokból. Illetve erre rámentem, miért is? Ja igen, hogy editálni tudjam a fegyvereimet. Ezt kimaxoltam, mert erre nagyon kíváncsi voltam, viszont az a baj, hogy még ez se elég. Mert a legdurvább szintű addonokat szeretném a fegyverre tenni, annak még van egy másik kritériuma, ez. Tehát, hogy ezt is fejleszt ki, úgyhogy iszonyatosan egyrásra épülnek a skillek, tehát nem tudsz úgy kimaxolni valamit, hogy még valami más nem maxolják ki, és igazából ez is érdekelne, de ezen van azt hiszem egy skillpontom kb., és nem is haladtam a challenge-el, igen, ez 1/4, ezzel még nem igazán foglalkoztam. Jó, szóval a fegyver editálásra akartam nagyon rámenni, ebből is csak 2 szint, és ez is kész ez a challenge, erre is tehetnék, jó, majd kiderül. És a tech skill, ezt sem nagyon fejlesztettem, ugye zárnyitás, ez fontos, ezt viszonylag hamar megcsináltam, na ezt legalább egy szintet érdemes kifejleszteni, mert különben egyáltalán nem tudja használni az ember ezt a boost packet. Ami ugye a hátadon van, normál esetben tudsz vele ugrani, különböző típusú, különböző boostokat adnak, valamelyik nagyon nagyot, ott inkább az a para, ha visszaesel, eltörik a lábad. Tehát nekem volt már abból lábsérülés, hogy kilőttem magam, nagyon frankó, visszaestem, azt recs, és akkor vászorogtam vissza az űrhajóba. Amíg a legalább az első skill nincs kioldva, addig nem is tudod használni. Aztán ez nyilván ez boostolja tovább. Erre is rányomtam, na ez az, amiért ott látható volt az űrhajónál, hogy most nem 1650 a kapacitása, mit tudom, 1900 valamennyi, nem raktam rá plusz raktármodulokat, hanem ezt a skillt azt hiszem a második szintig kioldottam. És ez igazából annyi, hogy ugráljál hiperugrásokat bizonyos mennyiségű töltöttséggel, ezt nem elég oldottam ki a második szintjét, tehát még csak 4-et ugrottam, vagy nem volt elég nagy a töltöttség. Na jó, szóval ezek a skillek, amiket én feloldottam, ez nyilván teljesen karakterfüggő, tehát ki milyen típusú karakter, mivel szeretne játszani, azokat fogja feloldani. Fegyvereim.
eléggé minimalizáltam a készletet, tehát három fegyverrel mászkálok. Konkrétan az egyik maga a lézer. Hát nyilván ezt vinned kell magaddal, semmilyen újat nem találtam. Tehát ezt fejleszteni sem nagyon tudtam, meg más típusút sem találtam. Érdekes módon úgy tűnik, hogy ezt nem kell fejleszteni, hanem a leggagyibtól a leghigh-endebb nyersanyagokig ezt ki tudja termelni. Tehát ez egy csoda lézer, a nem tudom, zöldborsótól kezdve a gyémántig mindent ki tud termelni, nincs vele probléma. A másik kettőt azt mutatnám, ez a várja. Fingom nincs melyik a sniperem, ez a normál mezei fegyverem, cirka mezei, ezzel szoktam nyomulni, ennek elég nagy a tűzgyorsasága. Tehát ez ilyen cirka, majd hogy nem gépfegyver, jellegű nem gépfegyver, csak cirka egy ilyen sorozatlövő. Amennyire tudtam, upgrade-eltem, nincs még rajta minden addon, mert nem tudtam mindent igénybe venni. Két dolog nekem, ami fontos, a scope meg a hangtompító. Tehát ez elég jó gyorsan lő, elég jó nagy range-e van, elég jó nagy a tárhelye. És ezek az, hogy ez most egy epic cucc, ez király, itt ilyen random dolgok vannak. Amikor fehér, mint ez, akkor nincs semmi extra feature-e, ezeket én pakoltam rá, éjjel hurrá, 7x7 a moddolás. Viszont amikor van, ami rare, az azt hiszem kék, vagy ilyen kékes színű, van epic, és van legendary, azt hiszem talán ezzel a hárommal találkoztam eddig, 1, 2 és 3 ilyen extra skill van rajta, ez viszont tök random, és ezt egyelőre nagyon bánom, nekem nem sikerült ilyet ráraknom. Nagyon bízom benne, hogy amikor extra tápos király állat ilyen fegyvermoddoló leszek, akkor esetleg ilyeneket is rá tudnék rakni, mert az rohadt jó lenne. Tehát van néha-néha egy-egy nagyon jó feature, de sose találok olyat, amin mondjuk a három olyan van, amit marhára szeretnék, és akkor legalább össze tudnám ezeket hegezgetni, de nem tudom, hogy lehet-e ilyet, direkt nem nézek meg semmit, mondom, meg kérem is, hogy ne is kommentelje hozzá senki, hogy igen, lehet, majd felfedezem én. Jó, szóval ez se rosszul, viszonylag jó a fire rate, a range is, hát szóval mindenben egy olyan átlagos, de elég jól tudok vele haladni, és ez meg a sniperem. Tehát igazából az az érdekes, hogy ami nem sniper, az többet sebez. Nem tudom miért, ez egy kicsit valahogy így alakult. Ez viszont egy rohadt nagy range-el rendelkező, 105-ös range-e van, nyilván nagyon szar a fire rate, tehát ritkán tudok vele lőni, de leszedek párkit vele 100 km-re. És akkor ezzel a három fegyverrel nyomulok, leginkább azért, mert ez kb. Mindenre jó. Tehát, illetve ez. Elég messze lő, elég gyorsan lő, elég nagyot sebez. Némítva van, scope van rajta, nem nagyon kell nekem pisztoly, puska, gépfegyver, 180 féle, rohadt nagy súlya van a fegyvereknek, ez például 11, és rohadt kevés az inventory, mert 245, tehát hogyha beteszek 6 fegyvert, akkor fél inventory-met elfoglalja, és nem tudok lootolni. Az űrruhám is semmi basic szarfehér, a feature-ei magasak, de sajnos semmi addon nincs rajta, és ez is 21 a tárhely foglalása, tehát sok, sajnos. Na ez a boost pack, ez pedig egy rare cucc, nem is tudom mi ebbe a valami energy damage, amit csökkent a sebzés. Ennek is 10-es a súlya, és akkor ez is ad egy pár pluszt. Sisak, hát hülyén nézek ki benne, tudom, de sajnos eznek sincs semmi feature-e, viszont ennek is viszonylag jók az értékei, és ez meg egy ruci, úgy szintén. A csajra azt ilyen kis Sancho Panzának tartom, ilyen fegyverhordozónak. Van kettő olyan ruhám, azt hiszem egy sisak és egy, nem tudom, ruha, ami 25-25%-ot csökkent a nyersanyagoknak a súlyából, és egyébként ezt összeadta, ez tök király. Tehát a csajra azt szoktam csinálni, jön velem, lootolok, mint az állat, állatokból, növényekből, a tereptárgyakból, a köveket, az érceket, ásványokat, és ezt mind beszórom a csajnak, és tök jó, mert nekem mondjuk leugrik 100 a teherbírásomból, vagy a terheltségemből, de neki az csak mit tudom én, nem 50%-ot vett le, hanem először 75-öt, aztán meg annak, szóval mit tudom én, egy 35-40%-kal kevesebb helyet foglal nála, tök jó, tehát belepakolom a kis arcába, és akkor azt is szállítja nekem. A többi az meg semmi extra, lőszer, mint az állat, rengeteget vettem, rengeteget találtam, ez rohadt jó, nincs súlya. Tehát a lőszer az nálad lehet 100.000 tonna, medikitből ezt az egyet használom, semmi mást, amennyi lehet, igyekszem keveset használni, inkább gyűlt ez is. Elég sokat. Jegyzetek, ezeket rendre eladogattam, és itt, hát itt mindenféle szar van, de leginkább ez a fontos, amivel nyitjuk az árakat. Azt ennyi. Még annyit akartam elmondani. Tehát ha bárkit egy picit érdekel, gyorsan, hogy a skilleket hogyan sikerült gyorsan fejleszteni, lopakodás, nyilván lopakodnom kellett. Ez nem volt olyan nagyon bonyolult, meg
nem tudom pontosan, hogy mi volt, de ez nem volt olyan nehéz. Azt hiszem, csak lopakodni kellett. Súly. Itt az volt a sztori, hogy legyen túlterhelve a karaktered, mondjuk nem túlterhelve, 75%-os töltéssel, és gyalogoljál. 1 kilométert, 2-t, 5-t, 10-et, mit tudom én. Tehát ez is csak annyi, hogy nyomkodtad a VSAD-t, azt mászkáltál túlterhelve. Nem volt egy nagy kunst. Ez ugye doboz nyitogatás, ez ugye lopkodás, viszonylag egyszerű. Korábban mutattam, hogy nem csak akkor tudsz egyébként, tehát érdemes ezt is fölfejleszteni ugye a lopakodást, az elősegíti a lopkodást, de nem csak akkor tudod ellopni, amikor biztosan takarásban vagy, hanem néha akkor is sikerül, amikor látnak. És az a szimpi benne, ugye a Baldur's Gate 3-ban azt utáltam, hogy ott elloptad sikeresen, de ha ott maradsz a közelbe, akkor később lebuktatnak. Ez rohadt idegesítő. Itt nem. Itt abban a pillanatban, amikor loptál, ha észreveszik, ha nem, akkor szeva, akkor megúsztad. És érdemes ezt azért gyakran használni, nagyon jó cuccok van az embereknél, főleg a legelején nagyon sokat számít. Ez pedig tök egyszerű, ez ugye a kereskedés, hogy az árakat boostoljad. Ez durvának tűnik, először azt mondja, hogy 25-öt, aztán 50-et, aztán 100-at, aztán azt 250-et, vagy 150-et tárgyat, különböző tárgyakat adjál el. Tehát az nem elég neki, hogyha neked van 100 darab töltényed, és akkor eladod azt a 101 típusú töltényt, azt leszarja, azt egy terméknek veszi meg. De konkrétan úgy néz ki a sztori, hogy beállsz a kereskedőhöz, szépen egyesével minden rohadt terméketből eladsz egyet, aztán meg visszavásárolod, és jó napot kívánok. Tehát pillanatok alatt fel tudod ezt is boostolni, rengetegféle tárgy van, és a következő színnél ez nullázza. Tehát erre, mit tudom, eladtam 25-öt, szuper, ráraktam a skillt, kinyitotta a következőt, és akkor mondjuk 50-et kellett, de nem zárta ki már belőle ezt az első 25-öt, tehát itt cirka rezetelte, és az megint az volt a kérés, hogy 50 különbözőt adjál el, de ha ebbe az adagba már eladtad, az nem baj, tehát lényegében nem arról szól, hogy mindig különbözőt pillanatok alatt meg lehetett csinálni. Harc, itt csak lődözni kellett, hogy lézerre lőjél meg 100 enemit, 25-öt, 50-et, itt a puskával, itt meg a pisztollyal. Ez ugye területfarmolás, ez növény, ez állat, ez semmit nem teljesítettem hozzá, mert nullás szint, vagy első szint, ja nem, várjál, fölmentem a másodikra, mit mond nekünk? Ja, szkennelni kell cuccokat. Weapon Engineering, itt ugye az volt, hogy moddold a fegyvert. Na, ez vicces, ez is tök jó volt, itt annyit csináltam, hogy a legolcsóbb fegyvert megkerestem, egy szírszar pisztolyt, és a legolcsóbb moddolást, ez abban a pillanatban, vagy akkor épp a cső volt, hogy short... mi volt? Barrel, azt hiszem, vagy long. És ezt a kettőt cserélgettem. Tehát fogtam a pisztolyra, rácsaptam a rövid csövet, szuper, ugrott egyet, rádobtam a hosszú, rövid, és szépen ugrált fölfelé a cucc, és mind a kettő az olyan alapanyagom kellett, amiből volt mitől 150-150 darab, azt hiszem, iron, meg mit tudom én, mi kellett hozzá. És ugyanazon az egy szaros pisztolyon föl-le raktam a két különböző hosszúságú csövet, és felbusztoltam az engineeringet a legtetejére, és kész. És utána már mindent meg lehetett oldani, tehát ne azba gondolkodja mindenki, hogy úristen, akkor most nekem ez mennyi pénzbe, meg időbe fog kerülni, pillanatokat meg tudja csinálni, ezzel meg kb. Nem csináltam semmit, csak az alapskillt kioldottam, illetve ezt is nemrég, semmit nem csináltam vele. Itt valami hűde extra feature-öket kell, vagy upgrade-eket, vagy módosításokat kell csinálni, ezzel se haladtam még semmit sajnos. Ez sima zárnyitás, ez egyes szint, hogy tudjak ugrani a boost pack-kel, és ez pedig annyi, kb. Mint a személyes megoldása, hogy a karaktered legyen túlterhelve 75%-ig, vagy beterhelve, és úgy gyalogolj, itt meg az űrhajód, és úgy csinálja hiperugrásokat. Úgyhogy egészen jól lehet ezekkel haladni, tehát egy picit problémás a sztori, akkor pici ilyen rafkósággal megoldod. Ehhez még annyit mondanék ez a kereskedelemhez, hogy minden karakternek, minden kereskedőnek a játékban 24 óránként rezetelődik az árukészlete, meg a pénze, meg minden, de szerencsére nem valós 24 óra mi életünkben, hanem a játékban. Bemész egy kereskedőhöz, eladsz cuccokat, mondjuk van nála pár, ezért mondom, hogy ez nem biztos, hogy annyira szükséges. Lényeg az, hogy mész a világba, lootolsz, farmolsz, van nálad minden szar, bemész a kereskedőhöz, eladod a cuccaidat, elfogyott a pénze, vásárolsz pár olyan nyersanyagot, ami neked onnan kellene, és szimpi, még eladsz pár cuccot, megint elfogyott a pénze, zömében az a szitu, hogy több a cuccod, amit el tudnál neki adni, mint amennyit meg tud venni. Nekem 1650, aztán 1980 volt a teherhajomban a szállítási kapacitás, rendre feltöltöttem, úgy jöttem vissza, hogy már mind a két karakter is cuppon volt, és alig győztem eladni. És akkor kimész a bolt elé a padra, leülsz, benyomod, hogy alszom 24 órát, vagy várok, hogy csövezek a padon 24 órát. A játékban az ott kb. Végigpörög egy perc alatt, és akkor újra tudsz kereskedni, vásárolni, eladni, stb. Jó, tehát ezek a skillek, fegyvereket megmutattam,
Teherhajóm az így néz ki, azon semmit nem változtattam, ez az utolsó egy-két epizódban úgy nézett ki, ahogy kinézett, erre nem volt se időm, se energiám, se türelmem, se semmi. A bolygókat pedig mindjárt megmutatom. És igazából ugye a fejlődési rendszer, ezzel semmi tapasztalatom, tehát nem csináltam gyógyszereket, nem is főztem. Ez az ilyen alapvető gyártási eszköz, olyan nyersanyagokat tudunk csinálni, ebből se tudok még mindet legyártani, ami később lesz szükséges, tehát egy valamilyen magasabb szintű eszközhez lesz rá majd szükség. Ilyeneket találni is lehet a világban, illetve kereskedőknél is lehet venni. Tehát egyébként ez teljesen oké. És a két legfontosabb, szerintem, vagy három számunkra, ez a Research Desk, ugye itt tudunk új tudásokat kifejleszteni, ez a fegyvermódosító, ez meg a ruhamódosító. És mind a három, illetve az összes eszköz itt van a pincében, de ez a három legfontosabb. Na most úgy néz ki a sztori, hogy nem elég az, hogy skilleket feloldasz. Tehát most mondok valamit, mit tudom én, kioldottam azt a skillt, hogy tudjak fegyvert fejleszteni. Ez a Weapon Engineering. Ez egy dolog, hogy negyedik szinten van, attól függetlenül itt csak a lehetőség lesz adott, hogy kifejleszd a tudásokat, tehát ezekbe fika nem csináltam semmit, meg a foodban sem, meg a gyógyszerészetben sem, meg ebben sem, a fegyverekre gyúrtam rá leginkább, és amennyire lehet, hát semmi nyersanyagot farmolsz, ide hordod, és ki tudod fejleszteni. És most ugye itt van megint például az, hogy nekem ezt kéne, ezeket direkt beraktam. Itt, ha meg az a baj, kicsit hasznos, kicsit nem hasznos. Itt, ha valamelyik projektnél hiányod van, ott lent benyomod az R-et, akkor az összeset bejelöli kis kérdőjellel, és mutatja neked a világban, ha lootolsz valamit, hogy azon van ez a kis nagyító, nem kérdőjel, hülye vagyok, nagyító. Illetve úgy láttam, hogy az egyik skillnek a legteteje az az, hogy trackkeli is neked, tehát hogy bejelöli a nyersanyagokat, azt még nem nyomtam be, de itt van ez, nem ez, hanem nem tudom melyik, bocsánat, nem fog eszembe jutni, de valahol van egy olyan, azt hiszem ez, igen. Tehát ezt azért nem gyomtam be, mert már mindent kimaksz, hogy több pénzt áll, több tárgya, több töltény, minden többet találsz. Ez meg elvileg ennyi, hogy a szkennereddel körvonalazza azokat a nyersanyagokat, amiket beállítottál trekkelésre. Én most ettől azért tudok enélkül élni. De lényeg az, hogy itt tudod benyomni trekkelésre. Tehát ha én itt azt mondanám egy projektre, hogy nekem hiányom van, mondjuk itt valamiből, és benyomom az R-et, az nem szimpi, hogy az összesre becseszi ezt a nagyítót, és én nem mondhatom azt, hogy én csak vagy legalábbis én nem jöttem még rá erre, ha valaki rájött és megírja, azt megköszönöm, arra még nem jöttem rá, hogy tudom egyesével betrekkelni, tehát én most azt mondom, hogy R, akkor az összeset bejelöli. Ez így nem annyira szerencsés. Tehát, hogy én szeretném ezt egyesével megírni, ezért még egy másik projekt miatt van trekkelve, úgyhogy azért van így. Na jó, mindegy, ehhez nem volt nyersanyagom. Tehát lényeg az, hogy ki kell fejleszteni a skill tree-be azt, hogy neked legyen lehetőséged egyáltalán ezzel a szinttel foglalkozni, utána pedig itt feloldódott a lehetőség, és utána itt van, hogy na ez nem volt meg eddig nekem. Tehát ugye a Weapon Engineeringnek a harmadik szintje legyen, ez már megvolt, viszont ez a speciális projektek nevezetű skillem nem volt meg, ezért ezeket nem tudtam használni, és tök ideg voltam, mert ilyen nagyon frankó hangtompítók meg ilyesmi, viszont akkor most jön el az a pillanat, hogy kivesszük a 800 tonna nyersanyagot a kis dobozkából, és ezért van ilyen közel, mert nem tudnék a szobámból lejönni, kb. Annyira nagyon nagy lenne, vagy le tudnék jönni egy 40 perc alatt, valós 40 perc alatt, na és akkor most nálam van minden, mert ugye az előbb, ez egyébként szerintem gagyi, tehát legalább az kéne, hogyha itt van lent ebbe a dobozba, akkor abba lássanak már bele ezek a gépek, de nem látnak bele, és akkor most elvileg, hát nagyon bízom benne, hogy lesz minden nyersanyagom, majd mindjárt kiderül, nem vagyok benne egyébként 100%-ig biztos, de ezt nagyon szerettem volna még kifejleszteni, mert olyan, ezt így full nem látom át, őszinte leszek ezt az egészet, meg annyira nem is érdekelt, néha bedob olyat, amit nem is fejlesztettem ki, tehát most lehet, hogy ezt lefejlesztem, és akkor bedobja ezt a kettőt, nem tudom, ez jó, olyan nagyon nem is érdeke, hogy őszinte legyek, úgy vagyok vele, hogy legyen elég nyersanyagom, tudjam kifejleszteni, és akkor királyság. Nagyon jó, kifejlesztettük ezt a szintet is, és most már ezt is fogom tudni használni, és hát akkor gyorsan, amennyit tudok, felpörgetek, megpróbálom ezeket is megoldani. Tényleg irdatlan mennyiséget lootoltam, farmoltam, tudom, hogy ez elmebaj, én ezt elismerem, én egyszerűen nem bírom azt, hogy úgy érzem, hogy akadályoztatva vagyok, és hát úgy éreztem, úgyhogy, ja igen, hát a lényeget nem mondtam el, hogy farmoltam, meg hogy tápoltam fel magam. Ismerek olyat, aki
boszorkányt fog kiáltani, hogy cheater, cheater, de hát nagyon sajnálom. Lényegében mi a sztori? El kell menni, küldetéseket csinálsz, az tök jó, kapsz érte 50 meg 100 XP-t. A hajad kihullik, mire megfelelő mennyiségű szintet lépsz. Mutatom, hogy mi történik. Ugye a normál világod az ilyen kis cukker. 5.-10. szintű el vagy vele, mint a befőtt. Ha csinálsz egy űrhajót, amiben kellő mennyiségű üzemanyag tartály van, meg egy viszonylag jobb ilyen gravity jump modul, akkor el tudsz menni egy kicsit messzebb, mondjuk úgy idáig, például, itt látható, hogy, mint ahogy a lecsóba mondták, sajnálatos módon elfogyott a boh. Sajnálatos módon elfogyott a boh. Ez nagyon szar poén volt, tudom. Még egy kis információ. Rengeteg ilyen kis rendszerben jártam már, minimálisan fedeztem csak föl őket. Azt tapasztalom, hogy mindegyik rendszerben jellemzően egy bolygó van, amin van élővilág. Növény és állat. Erre ide megyek, mutatja, hogy nincs semmi. Tehát ezeket is majd meg fogom látogatni, ezeken még nem voltam egyiken se. Mindegyik rendszerben, amiben eljutottam, azt néztem meg, hogy melyik bolygón van növény és állatvilág, és arra oda mentem. Speciál ez ki van maxolva. 75. szintű. Na most hogy nézett ki a történet? Elindultam fölfelé. Tehát először elugrottam csak a... Bocsánat, most véletlenül kiléptem. Először elugrottam csak egy kicsit nagyobb... Tehát voltam 16. szintű, elmentem 30-40. Szintű közelebb ilyesmikre, és hát őszinte leszek, mi a megoldás? Sajnos egyen visszaveszed a nehézségi szintet. Tehát normál nehézségi szinten volt. Hát ez... Férfias, nem férfias, be kell ismerni, levettem easy-re. És akkor pont annyival növekszik a sebzési értéked, és a sebzés bekapásod megcsökken, hogy le tudod őket zúzni. És akkor gyakod az ellenségeket, nem túl izgalmas, őszinte leszek. Picit följebb ment a skilled, vagy már 25-ös, 30-es, 35-ös, akkor meg megint mész egyel arrébb az 55-ösre, aztán meg mész tovább a 75-ösre, mondjuk ide. És akkor a végén, hát... Most abból szerintem nem rögzítettem, de majd ha tudok, akkor berakok egy pár képet. Ott úgy néz ki a történet, amikor alacsonyabb szintű vagy, mondjuk egy 50-esen idejössz a 75-ösre, és egy easy nehézségi fokozaton, és 2-3-4-5 lövésre ledurrantasz egy ellenséget, akkor mondjuk 75 és 150 közötti XP-t kaptam, úgy, hogy előtte meg 100 XP-t kaptam egy küldetésért, amivel szívtam 10 percet, itt meg folyamatosan jönnek a lények, a társad is segít belelődözni. És úgy nézett ki a történet, hogy mondjuk, mit tudom én, hát, hogy is van ez, 36 óra alatt léptem 42 szintet, tehát akkor lényegében óránként, nagy átlagban több mint egy szintet sikerült lépni. Nem azt mondom, hogy hipergyors, de gyorsabb, mint hogyha most nekem 58. szintű, vagy nem tudom mi vagyok, normál haladással ez rengeteg idő. Lehet ezt cheatnek nevezni, értem én, de ugyanezt, tehát semmi olyan nem történik, mint a rendes játékban nem történt volna, mit kellett volna csinálnom, eljövök egy szintemnek megfelelő bolygóra, 20. szintű vagyok, eljövök egy 20. szintű bolygóra, és 80 órán keresztül lődözöm a lényeket. Ezek mindig újra termelődnek, nem megyek bázisba, nem megyek semmiféle olyan emberek által lakott területre, ahol akár NPC-k vannak, akár kiírtod és nem termelődik vissza, hanem olyan bolygóra megyek el, ahol állatvilág van. Mindjárt mutatom, hogy ez mennyire jó pofa ez a dolog, eljössz ide, fingom nincs, hogy itt voltam-e már vagy sem, és annyira nagyon korrekten kezeli ezt a játék, itt most speciál sehol nincs állat, tök mindegy. Akkor ez nem jó, olyat szeretnék mutatni, ahol van. És mondjuk, amit lehetőleg még nem maxoltam ki, lényegében az a szimpatikus, hogy bárhol leszállhatsz a bolygón, sőt, le is kell, hogy szálljál, na persze ez is ki van maxolva. Jó, mindegy, rányomok, megmutatom. Forgatod itt szépen, itt pár helyet felfedeztem, oda le is lehet szállni, de egyébként fogod és itt rányomsz. Nem, speciál túl sokat szállítok és azt mondja, hogy nem tudok. Bocsánat, másodperc, szeretném azért megmutatni, tehát tele van a resources-zal az inventory-m, ez neki nem nagyon tetszik. Így azt mondjuk, hogy inventory, és akkor bedobjuk. Elnézést, ez biztos hosszabb lesz ez a videó, sajnálom, tényleg próbálok gyorsan dumálni, és minél több hasznos információt elmondani, remélem lesz bármi hasznossága tényleg. Elcsusszanunk egy másik rendszerbe, de mondjuk akkor megyek erre, jó, ahol kevesebbet jártam. Mit tudom én, ez fingom nincs, itt szerintem nem is voltam. Na, vannak ilyenek, ahol ilyen tök pici rendszer, van két bolygó, és nincs rajta semmi. De jó, mindegy. Megint annyira jó belenyúlok mindig, ahol semmiféle különböző izé nincsen. Ja, még egy apróság, ezek az ikonok, ezek.
ez fingom nem volt, hogy micsoda. Ez elvileg azt jelöli, hogy ott van egy nagyobb város. Tehát egy ilyen, mint akár a Neon City, akár a New Atlantis, ilyesmi. Tehát, hogy ott van egy nagyobb város. Itt van ugye a Neon City, ez a kis szírszar jelölés, ez azt jelöli. Tehát, ha valahol valaki lát olyat, akkor az azt jelenti, hogy ott az egy frankó kis hely, oda érdemes elmenni. Nézzük meg, hogy itt például van-e bármi. Na, itt van némi élővilág, és szerintem itt én még nem is jártam. Tehát így néz ki egy bolygó, és akkor mondjuk, és egyébként nagyon szimpatikus, azt is figyelembe veszi, ha én ide kattintok, most nem szeretnék, jó, mindegy, ide is kéne utazni, de nem fogok ide utazni, de bárhol rákattintasz, oda le tudsz szállni. Te mondod meg, hogy hova. És az is szimpatikus, hogy ha én ide kattintok, és ide szállok le, akkor mikor leszálltam az űrhajóval, este van. Tudom, hogy apróság, de legalább erre is figyel a játék. Ha meg ide kattintok, akkor meg napközben van. Vízzel nyilván nem kattinthatok, oda nem szállhatok le, és egyébként különböző típusú területek vannak. Van jeges, van erdős, van sivatagos, van mocsaras, és mindegyikben kicsit más, vannak átfedések, de van például olyan állat, ami csak a mocsarasban él, csak a jegesen, vagy csak az erdőben, vagy csak a sivatagban, és vannak átfedések. Tehát lényegében egy bolygónak minden típusú éghajlati területét be kell járnod, hogyha szeretnéd teljesen kimaxolni. Illetve, amit az előbb mutattam, jellemzően van minden bolygón, minden ilyen élettel belakott bolygón néhány ilyen speciális projekt is, ezt nem tudom jobban megfogalmazni, két ilyen, valahol csak egy van, valahol három, valahol négy, valami speckó természeti alkotás, amit oda kell menned leszkennelni, és akkor az adott bolygón van mondjuk három. És csak tehát hiába fedezted fel az összes lömény világot meg állatvilágot, 6x6, 7x7, szuper, de ha ezeket a speckó cuccokat nem találtad meg, akkor mit tudom én, 96%-os a felderítésed, csak hogy idegesítő legyen az ilyen OCD-seknek. Mindegyik bolygón más az élővilág, mindegyik bolygón más a gravitáció, más az időjárás, rohadt jó. Tehát igazából nem nagyon volt két egyforma terület, tényleg nagyon változatos. Bárhova rákattintasz, bárhova leszállhatsz, nincsenek megkötések, hogy akkor ott van két leszállási pont. Ha bárhova leszállsz, körbenézel a szkennerrel, mutat 100, 200, 500, 600, 800 méterekre különböző ismeretlen pontokat, bármelyik irányba elindulhatsz, fölfedezed, az lehet, hogy csak egy szaros barlang, bemész, ott van két hulla, meg egy szörny, vagy már mindenki hulla, és csak lootolni tudsz, vagy valami speckó nyersanyag, vagy egy kalózbázis, vagy egy elhagyatott, mit tudom én, kutatóállomány, rengeteg féle dolog van, és mindenhol különböző dolog, vagy csak egy űrhajó, ami elhagyott űrhajó, és hullák vannak benne, vagy ilyesmi. Szóval vidámabb dolgokat tudsz találkozni. De lényeg az, hogy ez a nagy titok, és ez a nagy csúnya dolog, és elnézést, ezt én elkövettem, hogy nem azt csináltam, hogy oké, ide, akkor ez nem 36 óra farmolás lett volna, hanem 360 óra. És őszinte leszek, nincs ennyi időm sajnos, szerettem volna egy kicsit gyorsabban haladni, de az életben az elég sok egyéb fontos dolog van, amit mindenkinek el kell látni. Nincs erre, hogy ennyit bele tudtam ölni ebbe a farmolásba, ez is egy kisebb csoda. Nyilván aludni nem nagyon szoktam, sajnos ez meg is látszik rajtam. Szóval a lényeg az, hogy szerintem rohadt jó nagy szabadságot ad a játék az embernek, bárhova mész, mindenhol találsz valami érdekességet. Ezek a városok, ugye, ahogy mondtam. És akkor mondom, akinek ez még így belefér a lelki világába, akkor érdemes ezt csinálnia, hogy nem tudom, 300 órát farmolsz, végig, mindig egy kicsit följebb mész, hanem csúnya dolog, egyen lejjebb veszed a nehézségi szintet, és egy szintethez képest egy 20 szinttel, 25 szinttel, ha aki nagyon bátor 30 szinttel magasabb, tehát mondjuk level 30-nál megpróbálsz egy 60-ast, hát ha még nem nyírnak ki, nagyon sok töltényt fog fogyasztani, az a baj. Tehát én is nagyon szenvedtem, mert úgy fogja, ezeket nem tudod lézerrel leszedni a mining géppel, csak töltényen, és irdatlan szenvedés volt a töltény, viszont jó sokat sikerült lootolni, hordtam vissza, adtam el, vettem töltényt, szóval hát 36 óra farmolás, játékidőm 50%-a, ennyi a megoldás, tehát ezzel be tudod boostolni, effektív nem csalás, tehát a játék adta lehetőséget használod, aztán mindenki eldönti, hogy ez még neki így belefér-e vagy sem. Én nyilván senkit nem fogok elítélni, meg örülök, ha engem se ítél el senki. 36 óra farmolást azért tisztességesen beleöltem, szerintem az sem biztos, hogy egy normális ember megcsinálja. Na, térjünk vissza ide gyorsan, hogy mit lehet itt tenni. Van még itt nekünk egy-két apróság, mondjuk ez, már fingom nincs, hogy miket fejlesztek ki, de lényeg az, hogy ezeket is tudom, illetve ami még nagyon érdekes, és ami még engem nagyon érdekel, a
valami kutatóbázisokat is lehet építeni. Tehát ilyen kitermelő kutatóbázisokat. Ja, egy jó tanács. Én egy olyan skill-el indítottam, hogy ezt a lakást, ez 125 ezer pénz értékű Dream House, hát egy nagy lószar, egy üres ház, bemész, nincs ott semmi, azt hittem lesz valami értelme, teljesen fölösleges, ez a főhatiszállás, ez mindenre tök elég. Itt van végtelen dobozunk, itt van mindenféle eszközünk. Ha valaki csak nem rendelkezik valami speciális lakberendezős érdeklődési körrel, akkor teljesen fölösleges megvenni és azt a skill-el indulni, tehát ez jó nagy baromság volt a részemről. Azt hiszem, van is már egy olyan folyamatban lévő küldetés, hogy elmentem a bankba, nem fizettem, és azt mondták, hogy oké, okay, két opció, hogy vagy most egy összegben kifizetem, 125 ezeret, úgyhogy ráadásul már törlesztettem is előtte valamennyit, vagy viszi a bank. És azt mondtam, hogy szarok én rátok, voltam ott kétszer, üres kéró, nem igazán érdekel, úgyhogy vigye a bank. Annyi csak, hogy azt mondták, azt hiszem hagytam a cuccokat, ledobáltam a földre ilyen csempészárut. Azt mondták, hogy oké, elviszik, viszont akkor minden ugrik, ami benne van. Úgyhogy akkor azért még lehetőleg menjek, ja, így néz ki a fegyverem, egész jó. Azt mondták, hogy menjek és ürítsem ki, mert különben mindent elvisznek, próbálok egy kicsit fénybe menni. Ja igen, na ez jó volt, futottam két lépést, csutkára kimerültem. Szóval szerintem nagyon szépen meg vannak csinálni. Most hát elnézést, pont olyan vagyok, hogy nem nagyon látszik. Nagyon-nagyon szép részletes kidolgozása van minden ilyennek. Csak remek sok eszem van, és ekkora túlterheléssel próbálok itt közlekedni. Jó, hát nem tudom, mit hagytam még ki. Nagyon sokat dumáltam, elnézést, több az epizódban semmi akció nem volt, semmi érdekesség nem volt. Tényleg inkább csak ilyen tippek, trükkök. Összességében sok játéktapasztalatom olyan tekintetben még nincsen, hogy semmi sztori. Van 800 ezer küldetésem, kb. Egyiket se oldottam meg. Ezt tényleg azt szeretném, majd, hogy szépen nyugodtan a kis karakteremet bebusztolgattam, a kis fegyvereimet, a kis ruhámat. Megvannak a skilljeim, tudok osonni, tudok zárat nyitni, kb. Minden olyat tudok, amit én szeretnék csinálni, és akkor szépen elkezdem a játékot. És akkor kb. Az legyen a sztori, hogy jön szembe valami kis közepes boss, és adok neki egy pofont, és elterül. Tehát én úgy szeretek játszani. Ez tudom, gagyi, egyesek szemébe, más meg így játszik. Valaki úgy szeret, hogy végig folyamatos kihívás legyen. Nem tudom. Az a baj, hogy akkor ha találok egy bezárt ajtót, ahol nem tudok átmenni, akkor én idegbajt kapok. Úgyhogy. Na jó, hát szerintem nagyjából mindent elhadartam. Zárnyitás, fegyvermódosítás, a cuccok, skillek, nem tudom, ha majd még valami eszembe jut, akkor mondom, de lényeg az, hogy amire még nagyon szeretnék rágyúrni, az űrruhát is szeretném fejleszteni. Nagyon bízom benne, hogy ez a Special Projects nevezetű őrület, ez esetleg felold nekünk olyat, hogy tényleg ilyen, hát ilyen epic, vagy legendary, vagy ilyesmi cuccokat tudjak csinálni a fegyvereimből. Itt jelen pillanatban nem tudok többet kioldani. Az is lehet, hogy akkor ez a max, mert ugye ehhez már ezt a Special Projects nevű cuccot szerette volna. Nem pontosan tudom, hogy annak a következő szintje az mit ad. Aha. Ja, hogy a nyersanyagokból is tudok jobbakat. Ez igazából itt már a nyersanyagokra vonatkozik. Nem tudom, hogy ez szükséges, mert azokat találni is lehet, meg megvenni is lehet. Jó, ezt majd kitalálom. Ami engem nagyon érdekel, ez, hogy lehet ilyen kutató állomásokat csinálni. Cirka, szerintem ez lesz a következő, amire majd rá fogok feküdni, de akkor ez már a következő részben, mert lehet nyersanyag kitermelő helyeket csinálni, és hát fingom nincs, hogy az mire jó, feltételezem, azt is akkor gyártásra lehet használni, XP-re lehet használni, stb. Ez az egyik. A másik fontos, amit szeretnék, ez, amire szinte semmit nem raktam még rá, nem szinte, hanem konkrétan semmit, és ez azért fontos, mert nem tudom elvezetni ezeket a nagyobb űrhajókat. Tehát három hajón van összesen, egy az eredeti kettőt loptam, sokkal több hajóba be tudtam ülni, ahol kalózokat leszettem, illetve pont, hogy nem tudtam beülni, hanem ott voltam az ülés mellett, rányomtam, és azt mondta, hogy ezt a kategóriai hajót te nem vezetheted. Tehát nincs C-kategóriás jogosítványom, csak B, és csak kis gagyi hajót vezethetek. Úgyhogy a dolgok felületét se karcolgatom még, tehát látható, hogy milyen mennyiségű skill nincs még kinyitva, tehát jellemzően a legalja. Úgyhogy 36 órát szemkifolyásig farmoltam az XP-t, meg a skill pontokat, és akkor így tart itt az ember. Szóval van azért még a játékban craft, és érdekesek, és jók a skillek, tehát nagyon jó dolgokat feloldanak, tényleg csak az ilyen legfontosabbakat tudtam egyelőre feloldani.
És mondom, szerintem a következő az ez az kutatóállomás lesz, amit szeretnék, meg esetleg az űrruhának a fejlesztése. Úgyhogy nekem most így hirtelen ennyi jutott eszembe, ha esetleg, már így is túl sokat dumáltam, elnézést, ha esetleg bárkinek bármi látja ezt a videót, és elakad, vagy kérdése lenne, és esetleg most itt nem mondtam el, de tudom, akkor tök szívesen segítek, tehát ha valaki kommentben megírja, hogy na ezt hogy lehetne, vagy hogy az szerintem hogy lehetne, akkor nem azért mondom, mert akkora Isten király vagyok, tehát szerintem az internet 99%-a okosabb, mint én, csak ha valaki mondjuk épp velem találkozik itt a videóban, akkor ezt nagyon szívesen elmondom, és akkor én most itt még el fogok kezdeni egy kicsit bénázni. Ja, igen, hát nekem tele van a világ, ezek ugye ilyen fegyverállványok, hát majd én, ha még a későbbi videókban látja bárki, az összes olyan nagyvárosban, ahol már jártam, ilyen üres fegyverállványok vannak mindenhol, minden boltban, mindenhol mindent elloptam a francba, úgyhogy itt is minden üres, úgyhogy... Hát igen, valahol el kellett kezdeni. Most már nem annyira érdekel, most már tudok haladni böcsületesen is. Ja, és a pénz. Hát úgy néz ki a pénz, azt nem is tudom mennyi most. 6,58. Igen, hát szóval azért most már kicsit rendben vagyunk anyagilag. Mondom, ez úgy nézett ki, hogy megyek, írtam a népet, farmolok, csomó helyen leszállt kalózűrhajó. Volt olyan, amikor a bolygókon szaladgáltam és derítettem fel a terepet, és ott volt egy következő ismeretlen térképpont. Elfutottam odáig, és az mondjuk egy mini gonosz bőrze volt, és ott volt 8-10 katona. Azokat szintén nem könnyű, tök jól lehet használni a tereptárgyakat, tehát belelődözök oxigénpalackokba, gázpalackokba, üzemanyagpalackokba, minden fölrobban. És azért ez elég keményen besebb ez a mellette lévőnek, majd ezekből is, ha tudok, bevágok videót, szerintem talán ezekből párat rögzítettem. Nem könnyű úgyse, de le tudod szedni őket, és azért, hát őszinte leszek, ezeken a területeken, tehát amikor ugye a 75. szintű bolygón vagy, azért ott a loot is egy picit jobb, tehát szerintem ezek a fegyvereim is onnan vannak, ott ezeket nagyjából lekattolod, jellemzően mindegyik ilyen bázisnál volt egy ilyen kis miniboss, tehát egy olyan katona, aki mondjuk egy kicsit erősebb a többinél, és mondjuk jellemzően annál volt egy kicsit jobb fegyver, meg rengeteg láda van ezeken a területeken, töltény van benne, fegyverek vannak benne, stb. Iszonyat mennyiségű fegyvert eladtam, azt szeretném még megmutatni, hogy mi van a fönt a szobába, és akkor most már tényleg befejezem a dumálást. Csak hogy föl tudjak menni. Ja, a csajnak is most már kicsit normálisabb cuccot adtam. Szegény nagyon nomád módon kezeltem az elején. Ilyen bőkezű vagyok, és ilyen jó cuccokat adok neki. Hát szegény nem azért, hogy neki jó legyen az életem, hanem nekem jó legyen az életem. Ez ad egy plusz 5-ös szállítási kapacitást, hát lófika, de legalább valami. És akkor ez is azt csinálja, hogy 25-tel csökkenti 25%-kal a nyersanyagoknak a súlyát, meg ez is azt csinálja. És ez nagyjából összeadódik. Egyébként nem egy az egybe, de szóval ez a lényeg, hogy szegény ő csak így fegyverhordozó. Azért adtam neki egy relatíve jó fegyvert, szerintem túl jót is, mert egyébként hol van? Ez, igen, nem ez, hol van? Ez. Túl messzire lő és túl sokat sebez, úgyhogy majd lehet, hogy elveszem tőle, mert rosszalkodik vele. Egyelőre semmi egyéb módon nem jöttem rá, hogy mit lehet vele csinálni, jön velem, azt cipeli az utcakat. És akkor gyorsan fussunk fel a szobába, megmutatom, nem sokat, de egy pár érdekes cuccot megtartottam. Itt se beszéltem senkivel, semmit nem haladtam, se fősztorival, se melléksztorival, se semmilyen sztorival, semmit sehogyan nem haladtam, csak karaktert fejlesztettem, és akkor mutatom, hogy itt mik vannak, ez ilyen űrlény nyersanyag, ez viszonylag ritka, úgyhogy ezt ide beraktam, majd talán jó lesz valamire. Egy ilyen sniperem is volt, megmondom őszintén, ilyen iszonyat kiúró értéket mutat, tök úgy tűnt, hogy ez nem sebez ennyit. Tehát ebből bele kellett lőnöm, vagy ötöt egy emberbe. A másik sniperem az fele ennyit sebez, de abból meg elég volt 3. Tehát ez valahogy nekem nem annyira vált be, nem adtam el, majd jó lesz valamire alapon. Ezt használtam korábban, nagyon sokáig ez volt a fegyverem. Tök jó, tehát én ezt nagyon szerettem. Na ez egy brutál állat, ezt még egyszer sem használtam, találtam valahol. Jó, diszkrét az ára. Talán ez a legdrágább cuccom, ja nem, ez, de miért ez? Na jó, mindegy. 46.330. Elvileg azt mondja, hogy van 102 fizikai sebzése, meg 299 elektromos sebzése, vagy energy sebzése. Ez elég jó hangzik. Mondjuk szar a fire rate, meg szar a range, meg minden szar, de ezt nem akartam eladni. Úgyhogy majd valamikor jó lesz. Ezt is használtam egy jó darabig, tök szerettem, rohadt sokat sebzett. Szerintem 5 órán keresztül ezzel írtottam a lényeket. Ez egy űrruha, ezt nem tudom miért tettem el. Nem olyan nagy szem. Ezt is nagyon imádtam. Ez is egy rangtoppintó van rajta, mint az állat. Ezzel is nagyon sokáig lődöztem a lényeket. Azért fejlesztettem ott a pisztoly skillt is, mert ezekkel is nagyon jól lehetett sebezni. Ez csak tetszik. Tök jó néz ki. Ezt azért nem dobtam el, de se
semmilyen szempontból nem ritka, semmi boost nincs rajta, ez meg szintén egy másik típusú gyógycsomag, úgyhogy tartottam ebből is egy párat. Na úgyhogy ennyi a sztori, nekem eddig ezt sikerült elérnem, nem keveset szenvedtem vele, úgyhogy végre egy picit megnyugodott az OCD-s lelkem, és most már úgy vagyok vele, fú, azt sem tudom, hol vagyok, merre kell menni, srácok, eltévedtem. Szóval, hogy most nekiállok itt a laborban egy kicsit fejleszgetni, majd még kitalálom, hogy micsodát. Van 9 darab elosztható skill pontom, tehát amelyik legjobban tetszik nekem, abban ott kicsit gyártok, használgatom a tudásomat, és aztán akkor még tudok rárakni egy pár skillt. És akkor úgy leszek vele végre, hogy egy picit fellélegezve, megnyugodva, hogy most már nem vagyok itt teljesen ilyen mezei homo mauser itt a világban, hogy leköpi egy légy az arcomat és meghalok, hanem egy kicsit azért képviselek már valami erőt, akkor így nekiállunk majd is elkezdjük a játékot. Én kb. Mindig ezt szoktam sajnos, most is egy... Hát most szerintem egy picit jobban sikerült rácsúszni erre a dologra, mint általában, tehát ez az 36 óra farmolás, ez még nekem is beteg. No de mindegy, szóval így nézek most ki, aztán majd innen folytatjuk legközelebb.